Nekem a legfontosabb dolog a karácsonyban, ez most lehet, hogy furán fog hangzani, de az édesanyám karácsonyi pulykája. Mármint, hogy a többi az adott, és együtt van a család, és minden szuper, de ez az, ami egy elhagyhatatlan dolog, és többször próbálkozott anyukám, hogy ez egy kicsit nehéz recept, és hogy az nem kéne, úgyhogy akkor általában a családi kiakadás van. Úgyhogy elkértem ezt a receptet anyukámtól, nem tudom értelmezni, lehet, hogy senki nem fogja értelmezni, de megpróbálkozom vele. Egyébként Hegyi Barbarától származik a recept, úgyhogy őt is utol lehet érni, hogyha bárki ezt szeretné. Így hangzik, hogy megy, körte, szilva, narancs, mézes, borral átkenni, karácsonyi pulyka, csili, fahéj, borsó, bemárt, olaj, fehér borban, kifehérítem a húst, belerakom, karavánsajt, hús, bacon, 2-3 evők, cukrot, karamell, lizálni, kötőjel, a megmaradt húslével felönteni, plusz bor, plusz egy titkos hozzávaló, nem tudom kiolvasni. Ha picit hűlt, bele 2 darab. 0,3 tejföl, bele még a szemblöket ráönteni. Fabrem tétrem. Ez a recept, és isteni.